Indulás előtt még egy anyai ölelés és néhány jó tanács. Az autóbuszban bőröndök és utitáskák, a parkolóban integető szülők és búcsúzó gyerekek. A Szabó Dénes karnagy vezette Promuzika leánykar a Kodály emlékév kapcsán a dél-koreai magyar nagykövetség szervezésében utazik a Távol-Keletre. Az elkövetkező két hétben minden nap hangverseny vár az énekkarra. Ha nem Dél-Korea, valamelyik hangversenytermének színpadán mutatják meg tehetségüket a fiatalok, akkor a Kodály módszerről tartott bemutató órákon vagy zenetanároknak szervezett mesterkurzusokon énekelnek. Ilyenkor, amikor a nagy létszámot jelentősen csökkentjük, mintegy 200 gyermekből 36-an utaznak, ilyenkor a minőséget nagyon könnyű megteremteni. Mindenki nagyon figyel ilyenkor, és ez a koncentráció egy különleges minőséget jelent. Az elmúlt 25 évben mindig így csináltuk, úgyhogy úgy gondolom, hogy ez is egy nagyon jó énekkar lesz. A 36 énekes nagy része gyakorlott utazó, közülük azonban több mint 10 először utaznak repülőgéppel. Nagyon izgulok, de úgy gondolom, hogy a Cantemus-hoz híven ez is ugyanolyan jó utazás lesz, mint a többi. Az énekkar másik része már járt a Távol-Keleten, így tudnak segíteni társaiknak. Nagyon sok helyen jártam már, Ázsiában is, voltam Japánban 3-szor, Kínában is, és hát ettől függetlenül most is nagyon izgulok, és remélem, hogy nagyon jó lesz. A Promuzika leánykar tagjainak pihenésre is lesz lehetőségük a turné végén. Dél-Korea második legnagyobb városában, Busanban vesznek majd részt városnézésen és egy tengerparti kiránduláson. A kórus a tervek szerint április 23-án a délutáni órákban érkezik haza Nyíregyházára.